Rendőrök, gyámügyisek, pártfogói, felügyelők, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai közösen járőröznek Nyíregyháza belvárosában. Csellengőket, iskolából lógó fiatalokat keresnek. Amennyiben gyerekkorú szeméről van szó, abban az esetben vissza kell szállítanunk a gyermekkorút az oktatási intézménybe. Fiatalkorúk esetében nincs ilyen kötelezettségünk, de minden esetben értesítjük az iskolát. Ők pedig visszajeleznek, hogy igazoltan vagy igazolatlanul volt-e távol a oktatási intézménytől a fiatalkorú. Ezen felül még természetesen a körözési rendszerben is ellenőrzik a kollégák a fiatalokat. Több esetben előfordult már, hogy körözött fiatalkorút is sikerült feltalálnunk. Tehát mindenképpen hasznos, és úgy gondolom, hogy van egyfajta megelőző jellege. Télen az iskola kerülők behúzódnak a hideg elől, legtöbbször vendéglátó helyeken vagy bevásárlóközpontokban akadnak rájuk az ellenőrzést végzők. Ezek a felvételek a Korzóban készültek, a bevásárlóközpont vezetősége és biztonsági szolgálata együttműködik a rendőrséggel és annak társszerveivel, ezért itt is rendszeresek az iskola kerülők felkutatása. Lányok és fiúk csak ülnek a padokon, beszélgetnek, és akad köztük olyan, aki még azt sem tudja, hogy hívják az osztályfőnökét. Azt tényleg nem tudom. Amennyiben valakinek 10 órát meghaladó igazolatlan hiányzása van, azt az iskola jelzi a nyíregyházi család és gyermekjóléti szolgálat felé. A szolgálat szakmai vezetője televíziunknak elmondta, 30 óra feletti lógásnál már a szülőket is beidézik a szabálysértési hatósághoz, 50 óra igazolatlan hiányzást követően pedig már a kormányhivatal gyámügyi osztályához kerülhet az ügy. 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a gyámügyi osztály az iskoláztatási támogatás, azaz a családi pótlék összegét felfüggeszti, illetve a gyermeket ilyen esetben védelembe veszi és magatartási szabályokat ír elő annak érdekében, hogy a gyermek, a tanköteles korú gyermek a tankötelezettségét teljesíteni tudja 16 éves koráig. Statisztikák szerint az előző tanévben országosan közel 6000 általános iskolás gyermek családját büntették pénzmegvonással. Az igazolatlan mulasztás problémája az jellemzően általános iskola felső tagozatára jellemző inkább, illetve középiskolai korosztályra. Az 50 órás igazolatlan mulasztási jelzési kötelezettsége miatt ugye nagyon sok esetben tudunk már eredményesek lenni a családoknál, hogy több igazolatlan mulasztás ne forduljon elő, de ennek ellenére vannak kirívó esetek és vannak olyan tanulók, akik gyakorlatilag a tanév teljes idejében nem járnak iskolába és nem teljesítik a tankötelezettségüket. A szakmai vezető hozzátette, a 2016-os évet értékelő statisztikával január végére készülnek el.